Sziasztok! Ebben a videóban egy új emulátort szeretnék nektek megmutatni, legalábbis számomra új. Ennek az a neve, hogy Xenia, ez egy Xbox 360-as emulátor, ennek az emulátornak kétféle verziója létezik, mind a kettőt megmutatom, bekonfigurálom, megmutatom a különbségeit, és természetesen játékokat is fogok mutatni, hogy hogy működnek ebben az emulációs környezetben. A szokásos formában a videó leírásában ott lesznek a linkek. Három dolgot kell letölteni. A hivatalos oldalon a master verzióját le kell tölteni az emulátornak. A master verzió az a fő verziót jelöli, és ez a stabil verzió gyakorlatilag, tehát hogyha a játékot le akartok tesztelni, akkor első körben érdemes a master változaton letesztelni, hogy jól működik-e a játék, ha nem, akkor meg bele kell nyúlni egy picit. Mindjárt mondom a másik verziót. A másik verziót azt a GitHubon kell letölteni, ez pedig a, mindjárt mondom, hogy mi a neve, ez a Canary, ezt kell letölteni. Van egy nagy hiányossága ennek az emulátornak, méghozzá nincs grafikus felület a játékoknak a renderelési beállításához. Hogyha megnéztek egy Nintendo Switch emulátort, a Yuzut, amiről egyébként csináltam videót, és nézzétek meg, hogyha nem láttátok, ott tök szépen játékra lebontva be tudod állítani a renderelési beállításokat, hogy milyen API-val fusson, milyen szűréssel, legyen a antialiasing benne, FSR támogatás legyen, stb. Tehát nagyon sok beállítási lehetőség van. Viszont ennél az emulátornál ez nem lehetséges. A master verzió patcheket nem tud kezelni. A patcheket általában, amit most le fogok tölteni, ez a harmadik, amit le kell szedni, ezt is a GitHubról fogom megtenni. Vannak patchek játékokhoz, amik módosítják a játékoknak a renderelési beállításait, hogy jól fusson a játék. Például Red Dead Redemptionhöz, GTA 5-höz, Minecrafthoz, nagyon sok játékhoz van, ugyanis a master verziónál, hogyha előfordul valamilyen grafikus hiba, vagy le van lokkolva 30 fps-re a játék, akkor ezt patch-et formában lehet orvosolni. A userek készítenek különböző verziókat, verzióbeállításokat az adott játékhoz, és ezt patch formájába tudod engedélyezni, és tudod futtatni. Tehát, hogyha a master verzión nem fut egy játék, akkor elképzelhető, hogy a usereknek köszönhetően, akik mondjuk több napot rááldoztak arra, hogy a megfelelő beállítást megtalálják ahhoz, hogy elinduljon a játék és jól fusson, ezt patch formájában megírják, te betallózod, engedélyezed, és ezek a beállítások érvényesek lesznek az adott játékra. Tehát ezt is le kell tölteni. És akkor ebből a három fájlból fogunk dolgozni. Van itt egy negyedik link, ez a link, vagy hát erről a linkről játékot tudtok letölteni, Xbox 360-as játékot. Ki fogja érni, nem tudom kinek milyen vírusírtója van, vagy van-e egyáltalán, de nekem a Kaspersky kiírja, hogy ez nem egy megbízható oldal, méghozzá azért nem, mert lejárt a szertifikációja az oldalnak, tehát nem hitelesítették. Tehát az a lényeg, hogy nem vírusos, tovább lehet lépni nyugodtan az oldalra. Innen lehet játékokat letölteni, ABC sorrendben vannak egyébként a játékok, ISO formátumban. Tehát nagyon fontos, hogy az ilyen RGH-s gépekre customizált játékokat ne szedj le, mert az nem fog működni. Következő lépés, ki kell tömöríteni a letöltött fájlokat. Ezeket utána nyugodtan ki is lehet törölni. És ennek a mappának a fájl tartalmait, itt van egy ilyen, hogy patches, ezt be kell ezt másolni a ezt már most ki is lehet innen törölni, a Canarybe, mert ugye a Canary az, ami a patcheket kezeli, ezt ide nyugodtan be is lehet másolni, és még most ne indítsuk el az emulátort, hanem létre kell hozni egy TXT fájlt, és bele kell írni, hogy portéből. Mind a kettő esetében ezt meg kell tenni. Portéből. Jó. És ezt meg kell a Canarynél is csinálni. Portable. Jó. Majd indítsuk el, és zárjuk be. Canarynél ugyanez. Indítsuk el, zárjuk be. Ha valaki csinálta velem a folyamatot, annak egy config fájlt kell kapnia itt az emulátornak a főkönyvtárába. Ez egy ini fájl gyakorlatilag, vagy hát úgy működik, mint egy ini fájl, amiben vannak értékek, amit szabadon lehet állítani. Tehát amit mondtam is, hogy nincsen grafikus felület a renderelési beállításokhoz, vagy hát nagyon minimális csak. Tehát ebben a fájlban vannak különböző értékek, amiket lehet módosítani, és ezek az értékek teljes kihatással vannak az emulátorra. Tehát, mint mondtam, itt nincs grafikus felület az emulátornak a renderelési beállításaihoz, vagy hát van, csak nagyon-nagyon minimális. Itt viszont szépen be tudod állítani magadnak a megfelelő értékeket, hogyha az egyik játék igényli. Viszont nagyon fontos, hogy itt az emulátorra lesz kihatással a beállítás, nem pedig adott játékra. Tehát, hogyha van egy játék, amire be kell állítanod ezt az értéket, vagy ezt az értéket, akkor az az összes játékra kihatással lesz, és lehet, hogy ami eddig elindult neked játék, az már nem fog elindulni. Ez sajnos egy nagy hátrány ennél az emulátornál, erre találták ki a Canaryt. Tehát a Canary mappába be kellett rakni a patches mappát, amit külön le kellett tölteni. Ezt most megnyitjuk. És itt vannak különböző játékok. Forza Horizon, Halo Reach, Gears of War 2, Elder Scrolls, Skyrim, Oblivion. Rengeteg játék van. GTA 5, igen, a GTA 5-öt még kiadták. Xbox 360-ra, ha esetleg valaki nem tudná. És ezeknek van különböző beállítási értéke, mindjárt megmutatok egyet, mondjuk a Horizon, a Forza Horizon, amivel indult az egész. Hogyha esetleg nem találsz egy játékot, akkor le tudod csekkolni, itt van a Forza Horizon. És ennek az értéke az itt található, vagy hát értékei, és itt vannak a patchek. És ezeket tudod engedélyezni. Hogyha valamit szeretnél módosítani, és itt van megnevezve, hogy mit módosítasz. Tehát gyakorlatilag ki tudod kapcsolni a mozgási elmosódást, és itt van egy ilyen, hogy false érték. Ezt true-ra kell állítani, hogyha szeretnéd bekapcsolni, és mondjuk téged zavar a elmosódási effekt. Akkor csak beírod, hogy true. Ha esetleg az árnyékokat ki szeretnéd kapcsolni, akkor szintén be kell kapcsolni ezt a patchet, és akkor megadod neki, hogy true. Ezeket elmented, elindítod a játékot, és működik ezekkel a beállításokkal. Vannak olyan játékok, amiket azért kell patchelni, hogy egyáltalán elinduljon a játék, vagy hogy ne legyenek glitchek benne. Itt működik a Shadow a Forza Horizonnál, de van olyan játék, aminél pont, hogy az árnyékok azok, amik bezavarnak, de patch formájába ki tudod kapcsolni, és utána tök jól működik. Tehát egy hatalmas nagy közösség van, akik folyamatosan tesztelik a játékokat, és különböző értékekkel tesztelik, hogy hogy működik az adott játék az emulátorral, és hogyha megvan esetleg egy megfelelő beállítás, akkor ők ezt patch formájába ki tudják javítani, és hozzá tudnak adni, hogy jól működjön. Tehát amiket itt láttok játékokat, ez a közösség által van fejlesztve. Tehát valaki megnézte, hogy a Rock Band 3 ezekkel az értékekkel fog jól működni, vagy esetleg hozzáadnak valamit a játékhoz, hogy 60 FPS-es mód. Tehát ez nem csak a glitch kijavítására van, hanem mondjuk egy adott grafikai elemnek a kiegészítésére, vagy elvételére is szolgál. Azt hiszem, mindent elmondtam az emulátorral kapcsolatosan. Ha bárkinek bármilyen kérdése lenne, itt hozzászólások formájában nyugodtan kérdezhet tőlem, segítek bárkinek nagyon szívesen. Most, hogy ezeket elmondtam, megmutatnék nektek egy játékot, ez pedig a Forza Horizon lesz, ehhez a Xenia-nak a Canary verzióját kell igénybe vennem, mert ezzel a verzióval tudom életre kelteni a játékot. A Masternél ott a főmenübe kikressel konkrétan a játék, tehát itt patchelni kellett ahhoz, hogy működjön a játék. Közben itt egy kis anti-aliasingot adok neki, meg a FidelityFX-et beállítom a post-processingnél. Tehát egy minimális grafikus beállítási lehetőség van, bár ez inkább szépíti a játékot, mint sem megoldja a glitcheket. Úgyhogy ez nem sok. Közben a feliratokat azt beállítottam. És akkor indítok egy kampánymódot. Van itt egy videó átvezető, amit sajnos nem tudok átugrani, úgyhogy ezt meg kell néznünk közösen. Bár igazából annyira nem is baj, mert így átérzitek, hogy milyen volt 2012-ben egy Forza Horizon. Ez akkor jelent meg, még Xbox 360-ra nyilván. Egy év választotta el a következő generációtól, tehát 2013-ban jött az Xbox One, és arra már kiadták a Forza Horizon 2-t, illetve az még megjelent Xbox 360-ra is. Egyébként ez volt az első játéka a Playground Games-nek, és fel volt adva a lecke, tehát egy Forza minőségű játékot kellett nekik letenni az asztalra, ami olyannyira sikerült, hogy szerintem a Horizon szériával terjedt el még jobban ez a sorozat, ugyanis ez inkább egy ilyen árkédesebb vonalú játék, nem pedig egy szimulátoros réteg, specifikus emberi közeget céloz meg, úgyhogy itt az átlag felhasználó is, vagy hát az átlag játékos is tudja élvezni a játékot. DirectX 12-be futunk, ez az egész széniára elmondható, tehát itt nem szabad Vulkan apit használni, meg kikresselnek a játékok, ez csak DirectX 12 specifikus, úgyhogy ebben is érdemes használni. Közben láthatjátok itt a grafikát, ami ahhoz képest, hogy egy 2012-es címről beszélünk, egyáltalán nem rossz, de tovább megyek, ahhoz képest, hogy ez egy Xbox 360-as cím, na ahhoz képest nem rossz, tehát az Xbox 360 az 2005-ben megjelent konzol, és egy ilyen látványvilágot ki tudtak belőle hozni, ez valami elképesztő, tehát hogy ez egy nagyon szép játék szerintem a mai napig. Láthatók a Forza Horizonnak a jellegzetességei, és egyébként nagyon jól fut a játék, tehát hozzáteszem, hogy ezzel a Canary verzióval, így, hogy ki lett patchelve a játék, így nagyon-nagyon szépen fut. A csapat jó munkát végzett, vagy hát az a felhasználó, aki így tesztelgette, hogy melyik patch-el fog jól futni, vagy hát milyen beállításokkal fog jól futni a játék. Örülök, hogy meglehettem a Canaryt, mert első körben, amikor futtattam a 360-as játékokat, akkor én lemondtam a Horizonról. Egyszerűen kikresselt a főmenübe, nem foglalkoztam vele, mentem tovább, hogy milyen játékokat tudok futtatni. Egyébként tartsatok velem, mert fogok indítani majd egy Xbox 360-as sorozatot, játékbeli sorozatot. Egy pár játékot szeretnék majd megmutatni nektek, hogy futnak az emulátoron. Nyilván bennem van az is, hogy szeretném nektek megmutatni az akkori megjelenő játékoknak a minőségét, illetve hogy mit mertek vállalni a fejlesztők, és mennyire mertek újítani. Hát érdekes lenne még egy összehasonlító elemzést is csinálni a mai játékokhoz képest, mert elég érdekes adatok vagy tények születnének. Nyilván azoknak szeretném ezt megmutatni, akiknek kimaradt ez a korszak. Milyen korszakról beszélünk, így dátum szerint. Hát körülbelül ez egy ilyen 2005-től, tehát az Xbox 360 megjelenésétől a következő generációs konzol megjelenéséig. Ez ilyen 2013 vagy 2014 nagyon maximum. Tehát ugye 2013-ban jelent meg az Xbox One. Onnantól, hogy megjelent, már próbálták a játékfejlesztők átvezetni a következő generációs konzol felé a játékosokat. Jó példa erre a Forza Horizon 2, ami megjelent X360-ra, meg Xbox One-ra, és azt mondták a fejlesztők, hogy ennyit lehetett kihozni a hardwareből. Na hát ez azért vicces, mert a Horizon 1 az jóval jobban nézett ki, mint az utána megjelenő 2, viszont az Xbox One-os verzió meg jobban nézett ki, de nem annyival sokkal jobban nézett ki az Xbox 360-as verziótól, szóval ez egy kicsit ilyen érdekes dolog volt, de hát nyilván szerették volna átterelni a játékosokat, hogy vegyenek új generációs konzolt. A végére be is vágok nektek erről egy videót, elköszönök, és akkor megnézitek a különbséget a Horizon 2 X360 meg az Xbox One-os verzió között, mert nagyon nagy különbség van a két verzió között. Úgyhogy én szeretnék elköszönni tőletek. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy élveztétek, tetszett nektek. A következő videóig is. Sziasztok!